Újoncot köszönhetett a Balmaz Kamilla gyógyfürdő. A Diósgyőr elleni kezdőcsapatban helyet kapott a mindössze 20 esztendős Orovec Ádám. A Hódmezővásárhelyen született középpályás Arabuli mellett rohamozhatta a hazaiak kapuját. A debreceni Nagyerdei stadionban debütált az NB1-ben, minden bizonnyal hatalmas élmény volt neki. Már rögtön a találkozó elején a második percben Vajda kiugrását követően zicser alakult ki, de lövése a felső kapufán csattant. A 11. perc végén ismét Vajda cikázott a védők között, azonban ballábas lövését Antal bravúrral hárította a léc alá tartó labdát. A mezőny és támadó fölény végül a 20. percben ért répbe. Vajda szabadrúgását Tamás László juttatta szerencsésen a hálóba. A 32. percben újra a magas játékosok kerültek előtérbe. Szabadrugást végezhettek el a miskolciak. A válogatott Ugrai verte be a labdát, amelyet a szerb védő Dejan Karan a jobb alsó sarokba bólintott. Védhetetlen fejessel egyenlített a hazai együttes. A mozgalmas első játékrész véget ért, Farkas Ádám sípszavával. A kapu előtt inkább az újvárosiak voltak veszélyesebbek, viszont a döntés a második félidőre maradt. A félidőben Diósgyőr, Balmazújváros 1-1. A szünetben Bacsa Patrik érkezett a diósgyőriekhez. Horváth Ferenc nem változtatott a kezdő 11-en. A mérkőzés hajrájáig mezőnyjáték uralkodott, megtördelve apró szabálytalanságokkal, taktikai faultokkal, amelyek több esetben sárga lapokat is eredményeztek. A nyári találkozón csereként remeklő Rácz a 78. percben egy indítást követően alaposan kapu fölé lőtte a labdát. De az utolsó puskaporát még nem lőtte el a gárda. Intő jelként a 86. percben újfent Rácz veszélyeztette Antal kapuját, de a középre tartó próbálkozás könnyedén fogta. Aztán a hosszabbításban jött a csattanó. Batarelló 11 méterről egy iszonyatosan erős lövéssel találta el a felső kapufát, amely aztán Arabuli elé került, aki nem tudta befejelni a labdát, mert a gólba tartó játékszert Lipták kézzel ütötte ki. Természetesen a játékvezetők mindezt észrevették, azonnal befújták a büntetőt, valamint Lipták számára felmutatták a piros lapot.
95. perc elején Arabuli állt a 11-es pont mögé, aki higgadtan gurította a kapu jobb alsó sarkába a labdát. A drámát követően már nem történt jelentős esemény, így az eredményjelző 1-2-t mutatott, amikor Farkas Ádám háromszor fújt a sípjába. A Balmaz Kamilla gyógyfürdő ezzel a sikerrel elmozdult a kieső pozícióból. Mentünk az utolsó percig, csináltuk a dolgunkat, és ez végül is győzelmet ért. 11 játékosban 11 volt formán kívül, hogyha úgy nézzük. Abszolút megérdemelten nyert a Balmazújváros, úgyhogy ebben a mérkőzésben több nem nagyon volt. Hát akkor lehetett volna, hogyha marad az 1-1, hiába akartunk, nem tudtunk. Balmaznak az első fél időben voltak lehetőségei, mentünk, de ész nélkül. Úgyhogy gratulálunk a Balmazújvárosnak, úgyhogy tudjuk, hol a helyünk. Dolgozunk tovább. Úgy készültünk már a hét eleje óta, hogy ez az a mérkőzés, amit meg lehet nyerni. Tudtuk, hogy a Tiós Győr feltétel nélküli támadó futballt játszik, és ezt próbáltuk ki is használni, amennyire tudtuk. Tényleg az első fél időben úgy éreztem, hogy az egyáltalán nem a miénk volt. Ott abszolút dominálni tudott a Balmazújváros. Második fél időben már talán kicsit jobban jöttünk ki, de sajnos ez a kontrajáték, amit játszanak, ez nekünk úgy látszik, annyira nem fekszik. Minden pontra szükségünk van, hiszen én azt gondolom, hogy az nagyon nagy bravúra az, hogy ez a csapat ennyi forduló után nincsen kieső helyen. Most ugye nem vagyunk azon. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy bravúr. Azért nem bántam a játékosokat, mert 3 győzelem volt előtte, ami parádés volt, de az a baj, hogyha már elhiszed magadról, hogy te már többet tudsz, mint a másik, akkor nagyon könnyen és nagyon gyorsan jön az a fordulat, ami most megtörtént. Ez a kontrajáték, amit mi próbálunk, igen, a Tiós Győr ellen szerintem ez nekünk jó. Nagyon készültünk, úgy néz ki, hogy nem eléggé. Tényleg ezt a 4-0-t, azt úgymond meg szerettük volna bosszulni. De hát sajnos nem sikerült válaszolni. Hát ez a 3 pont, nekünk ez a legjobb, ami jöhetett most itt a bajnokság első fele vége előtt. Nagyon kellett.